Kun Zsófia miniszterhelyettes pécsi látogatása során kiemelte, hogy a háborút követően egy olyan szankciós politika indult el az Európai Unión belül, amely teljes mértékben egy nagyon komoly energiaválságot hozott létre. Ez pedig még inkább felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a tiszta, biztonságos, megfizethető áruenergia. A magyar kormány kiemelten fontosnak tartotta egyébként már 2013 óta azt, hogy a rezsicsökkentés intézményét a lakosság számára fenntartsa ebben a nehéz energiaválság sújtotta időszakban is. Ugyanakkor emellett a hazai energiatermelésnek a növelésére is óriási hangsúlyt fektetünk. Az a helyzet, hogy ebben a tekintetben két nagyon fontos pillérre támaszkodunk, az egyik a napenergia, a másik pedig az atomenergia kettőse, és értünk már el olyan rekordokat, amelyre azt gondolom, hogy minden magyar ember büszke lehet, hiszen februárban 6100 megawatt felé növekedett gyakorlatilag a hazai napenergia kapacitásnak a kiépítése. Ez azért nagyon nagy dolog, mert eredetileg ezt a számot mi 2030-ig szerettük volna elérni, és hát gyakorlatilag március 20-án is volt egy olyan rekord, hogy az ipari napenergia termelés az gyakorlatilag tartósan 3000 megawatt fölött volt. A parlamenti államtitkár hozzátette, az elektromos járművek tekintetében is rekordot értünk el, hiszen februárban 50 000 fölé emelkedett a tisztán elektromos meghajtású járművek száma. A magyar kormány jelenleg is támogatja a magyar családokat abban, hogy ezeket a beruházásokat végre tudják hajtani, hiszen jelenleg is fut a lakosság számára egy napenergia plusz program, illetve elektromos jármű beszerzésében pedig a vállalkozásokat segítjük. És ugye a magyar kormány mindig szereti megkérdezni a magyar embereknek a véleményét egy-egy fontos ügyben, és ezt a zöld energiával kapcsolatos kérdéskörben is így tettük, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság jövője a zöld energia. De azért jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban a magyar emberek is elmondanák a véleményüket, és éppen ezért indítottunk el egy 13 kérdésből álló online kérdőívet. Nagyon fontos, hogy ez csak online elérhető, a zöldenergia.kormány.hu oldalon. Április 15-ig kitölthető ez a kérdéssorozat, és itt igazából a zöld energia felhasználásának a fokozásától kezdve az elektromobilitáson át, az atomenergiáig, a geotermikus energiáig nagyon fontos kérdéseket vetünk fel, és minden kérdésnél ott van az, hogy Magyarország jelenleg ebben az adott ügyben egyébként hogy áll. Tehát a magyar emberek ezekkel kapcsolatban is kaphatnak információt. A jövő nagy kérdése egyébként a zöld energia felhasználása mellett a zöld energiának a tárolása. Az egész világban zajlik gyakorlatilag egy technológiai verseny, amelyben mi szeretnénk részt venni, úgyhogy abban kérjük a magyar embereknek a segítségét, hogy ezekben az intézkedésekben támogassák a magyar kormányt, mondják el a véleményüket. A rezsicsökkentés fenntartása miatt is nagyon fontos ez a kérdéskör, hiszen ezt az intézményt mi folyamatosan meg kell, hogy védjük. Csizmadia Péter, a kormánypárt pécsi polgármester jelöltje azt mondta, volt egy pécsi konzultáció, amit ő indított el, és abban is szó volt a zöld átállásról, hiszen Magyarország éllovasként kíván részt venni a zöld átállás évtizedében, ebben pedig Pécs is ki szeretne emelkedni. Sokszor én magam is hangsúlyoztam, hogy helyi városvezetőként és városirányítóként is mennyire fontos és kiemelt cél, hogy ebben a zöld átállásban Pécs éllovas legyen, és a magyar nagyvárosok között elsőként végezzel azt a technológiai ugrást, amellyel valami egy fenntarthatóbb, tisztább és kényelmesebb és zöldebb várost hagyhatunk majd magunk után a gyermekeinknek. Hiszen a két kulcskérdés, ahogy miniszterhelyettes asszony is említette, a zöld energia megtermelése, illetve annak eltárolása. Pécsen is ez lesz a kulcskérdés. Ugye volt már előremutató intézkedés a tekintetben, hogy Pécsen is megtermeljük a zöld energiát. Ez egy pár évig akadozott ennek a tényleges üzembe helyezése, de úgy tűnik, hogy azért pár év lemaradás után, de sikerült ezt végül beüzemelnie a jelenlegi városvezetésnek, de itt nem állhatunk meg. Pécsnek újabb napelem parkokra van szüksége ahhoz, hogy a pécsi közintézményeket, az önkormányzat által működtetett tömegközlekedést a lehető legnagyobb mértékben ennek az átállásnak a végeredményeként zöld energiából tudja ellátni. A polgármester jelölt hozzátette, a dízel üzemű városi buszos flotta elektromosra cserélésével jelentős összegeket lehet megtakarítani, ezért a napenergiát kellene felhasználni.